Na, szevasztok! Itt vagyunk a Dzsumbujba. Itt vagyunk, ezt Fort Lauderdale-nek hívják igazából. De a Gábor itt el akart jönni velünk, itt a Gábor. És aztán el akart jönni velünk repülni, úgyhogy lehoztam ide Floridába. Úgyhogy most nézzük, hogy mi újság. De ilyen nagy házakat építettek ide, pálmafákkal, meg franc tudja mivel. Na, ez is kérem, itt Florida. És itt úszik egy bár, ha nem feltnátok. Ilyet is csak Floridában látni. Lehet arra kéne inkább ülni, és akkor kicsit jobb kedvem lenne. Hát itt vagyunk a Fort Lauderdale állomáson, és eddig volt már hajó, akkor most jön a vonat. Ezzel a vonattal megyünk ki a Miami nagy reptérre, hogy fölvegyük a bérautónkat. És ez a vonal, ezen inkább csak feketék meg latinok szoktak menni. A másik vonat, ami egy fél mérföld, de odébb van a víz felé, ott inkább a fehérek mennek. De ilyen hatalmas dízel lokomotív van az elején, és aztán itt vannak ezek az emeletes tóvok. Na, hát itt volt hajózás, volt repülőzés, bocsánat, repülőzés most jön. Na, szóval itt vagyunk a reptéren, és meg akarom mutatni neked a hangárat, ahol javítják a repülőt, meg hogy néz ki egy ilyen Cessna. Úgyhogy itt van ez a gyönyörűség, amit épp szerelnek itt. Úgyhogy látod, van az elején egy propeller, az húzza a repülőt előre, utána van egy léghűtéses boxer motor, amin látszik a nagyon szépen, hogy zsírúj az egész, és látszanak a gyertyák rajta, hogy minden egyes hengerhez két gyertya van, kettő fölül, kettő alul. Itt látszik alul, hogy biztos jó legyen, ugye egy magnító hajtja a gyertyákat, a magnítók azok itt hátul vannak, ugye az akkor is forog, ha elmegy az akkumulátor, vagy elmegy elmegy az áram. Látszanak, hogy hozzá vannak téve az elejéhez a repülőnek,
utána alul kijön a kipufogó rajta, ott a kipufogó dob, ott van alul ez egy ilyen karburátorszerűség alul, de hát ez már igazából befecskendezősnek kéne lennie, de úgy látszik, hogy ez karburátoros, itt lehet beletenni a földről, hogyha beledugod a ground powert, hogyha nem akarsz az akkumulátorral indítózni. Itt van az akkumulátor rajta, és aztán itt látszik az önindító, hogy kilóg az elején tök jól, és ez a nagy koszorú kerék, amivel megforgatja a propellert. Ha repülő körül jártok, mindig nagyon kell tisztelni a propellert, mert nem tudni sose, hogy mikor indul el. De hát ezt most itt ugye szerelik. Akkor látszik, hogy a repülőnek az orrában ugye nincs fék, az orrkeréken itt az orrkerék, hanem csak állítod a pedállal, hogy merre felé menjen, és akkor egy ilyen kis rugó van benne, ami húzza, és akkor arra felé megy, amerre megy. Itt van egy olajhűtő benne még az oldalán, és látszik ott az olaj szűrő hátul, de nagyon szépen néz ki ez a motor, teljesen, mintha új lenne. Úgyhogy látszik, a két féke van, két tárcsaféke van. Itt az egyik tárcsafék, és akkor a másik oldalon ugyanígy van, azokat külön lehet aktiválni a pedállal, amikor a pedálnak a tetejét megnyomod. Látszik, ott alul van két pedál, hát most elég sötét van, itt bennem nagyon látszik, lehet, hogy nem látszik. És ott a pedálnak két funkciója van, egyik, hogy a hátsó függőleges vezérsíkot mozgassa, ami itt egész hátul van, ez a föl lefelé van, ez a farok részen, és a másik pedig, hogy az össze van kötve az orr kerékkel. Tehát amikor rálépsz a baloldali pedálra, az első orrkerék elfordul balra, és ugye ez ugye ez a hátsó farok rész az is, ami ott látszik egészen itt hátul, amit le van vágva, az is elfordul balra. Ez most így nagyon egyszerűen van így elmondva nektek, de hát így repül a repülő. Úgyhogy aztán a másik, amit el kell mondanom, az van egy ilyen képzeletbeli pont a repülőn. Nagyjából, hát annak kicsit előrébb, mint hogy ez a bogyó van ott a tetején, és körülbelül ez lejön idáig, így a közepébe, körülbelül idáig, és minden a körül forog. Tehát az egy képzeletbeli pont, ugye az a súlyközéppont, és hogyha fölfelé megy a repülő, akkor ott azon fölfelé megy, vagy lefelé, vagy jobbra, balra, az ott mindig nyugalomban van, és a körül történik minden. Úgyhogy a szárny az úgy, akkor elkezdünk majd menni fölfelé, akkor ugye látszik, hogy a szárnynak az alja az laposabb, itt látszik, az laposabb, a föl teteje pedig gömbölyűbb. És akkor ugye fölül, ahogy itt jönnek a levegő részecskék előről, az egyik levegő részecske fölmegy, a másik alul megy. Ami fölmegy, annak hosszabb utat kell megtenni, ezért ott egy kis alacsony nyomás keletkezik, és így az fölhajtó erőt idéz elő. De én, amikor már gyorsabban megyünk, akkor olyan, mint amikor ez a kés, ez itt, mint a kés a vajba, ugye ez úgy megy a levegőbe ez a szárny, és akkor az viszi a repülőt, azt tartja fönn a repülőt. Utána itt vannak ezek az air runs, az magyarul azt megint nem tudom, mit jelent, de ezzel mész jobbra, vagy balra, ez össze vannak kötve, majd a másik repülőn ezt megnézzük. Úgyhogy aztán fönt vannak mindenféle antennák rajta, de majd megyünk mindjárt ki a mi repülőnkhöz, és akkor ott tudunk többet beszélni erről. Csak azt akartam megmutatni, hogy itt látszik egy ilyen szép kis motor szétszedve. És aztán gondolom, ilyet nem mindenki látott eddig. Látszik, ott van egy ilyen autószerű generátor rajta, égszíjjal. Úgyhogy, na, akkor menjünk ki a mi repülőnkhöz. Na, itt egy kis golfautóval kivisznek minket, majd itt látszik a kifutópálya, és látszik az repülők, amik vagy saját tulajdonban vannak, vagy egyszerűen ki lehet venni őket, mint bérelni, mint egy bérautót. Legtöbb ilyet már repültem. Például itt van balra ez a két motoros, ez a szürke-fekete, ilyet repültem, mellette azt is repültem. Következőt olyat is repültem. Ja, úgyhogy ez itt végig, itt mind ilyen itteni repülő, ilyen kis repülő igazából. Vannak ennél kisebbek is, vannak nagyobbak is, mindenféle van. De itt megérkeztünk ehhez a miénkhez, ami itt van, úgyhogy ezzel megyünk le Florida legaljába. Szóval amikor itt a pilóta kijön ide a repülőhöz, akkor először is gépátvétel van. Úgyhogy a barátunk itten, aki itt repülni fog velünk, mert ugyanis nekem nincsen orvosim, ezért nem tudok bérelni repülőt, meg repülni se tudok. Pontosabban akkor tudnék, hogyha mellette lennék. Na mindegy, long story short, ő visz minket itt elő, ismeri a környéket, meg a kis repülő dolgát, meg minden, úgyhogy... Szóval ő most egy gépátvételt csinál. Látjátok, lehúzta az oldal, a végén a szárnyat, ami van, ez a fékszárny, mi flapsnek hívjuk. Mind a két oldalon ugyanúgy lejött, ha megnézed. És ezt azért csinálta, hogy megnézhessük,
hogy minden össze van kötve rendesen benne, hogy az egyiket elveszítjük, akkor mi spirálba lemegyünk, és vége a mulatságnak. De itt ezeket nézzük meg, ezeket a pontokat rajta, hogy itt össze vannak kötve az is, meg ott belül is jó. Úgyhogy ezt szépen megnézzük, és egy ujjal meg szabad fogni, nem szabad rángatni, egy ujjal itt meg szabad nyomni, hogy mozog-e. Hát szóval épp, hogy mozog, nagyon szép, laza, nem ragad be, úgyhogy nagyon jó. Utána még nézzünk az egészen, most ezen nem fogok végigmenni nektek a preflighton, de itt lehet megnézni az olajat. Ha ezt megnyomod, ott van, az ki lehet lekerni azt a sárgát, és akkor meg lehet nézni, hogy mennyi az olaj benne. És utána ott most megnyomja és meghúzza, és kijön belőle egy kis üzemanyag, és ez kihozza a vizet, és kihozza a koszt belőle, ami a legalján van, de nincs benne víz. Hát a nagy páratartalomban ez egy komoly dolog, úgyhogy látjátok, hogy reggel van, és micsoda párás az a szélvédő. Szóval amikor ezt csinálja a pilóta, akkor legjobb őt nem zavarni, mert akkor tud koncentrálni arra, amit csinál. Úgyhogy mi csak így félre is állunk, azt meg itten beszélgetek nektek egy kicsit. Szóval itt látjátok ezt úgy hívják, hogy pitot tube, magyarul nem tudom, de ez belemegy a szél, és ezzel méri a sebességet, hogy az oldalán is van a repülőnek egy ilyen kivezetés, hogy látod, itt van, és akkor megméri a nyomást, hogy mennyi e között a nyomás, meg e között a nyomás, és akkor abból kiszámolja, hogy mennyi a levegő sebesség, ami éri a repülőt. Utána itt van egy ilyen mérőszerkezet, szóval hogyha jön a levegő így, akkor jó, hogyha a levegő viszont már nem megy át, nem így megy, hanem másképpen, akkor ez érzékeli, és akkor fölnyom neked vagy egy lámpát, vagy egy sípot, és akkor mondja, hogy akkor átesés van, hogy nem megy a repülő már annyira. Tehát hogyha ha így jön, akkor oké, de hogyha már így kezd el jönni, akkor már baj van, és akkor elkezd sípolni. Hogy vigyázzál, mert le fogsz esni. De vannak rajta lámpák, amit néha meg szoktunk nézni, hogy világítanak-e, ez a fehér, ez a strób lámpa, ez így villog, ez meg mindig a bal oldalon van, a piros, jobb oldalon a zöld, ez a hajós időkből jött át ez a dolog. Utána itt egy GoPro-nak egy fölrakás, ezt valaki oda rakta. Aztán van itt ez a szárny, ami szárny végén, hát igen, a Captain Dom az megint, a Captain zsenya megint a seggembe fog rugni, mert nem emlékszem magyarul, hogy ezt hogy hívják nálunk, Elrunnak mondjuk, de hát én angolul tanultam repülni, úgyhogy a magyarul ez nagyon nehéz. De mindegy, szóval amikor elfordítod a kormányt, akkor amikor tegyük föl, a balra akarsz dőlni, akkor ez itt fölmegy, a másik meg lemegy. Tehát, hogy látjátok, ez össze vannak kötve, csak mind a kettő másik irányba mozog. És akkor így lehet vele bedönteni a repülőt. Most attól, hogy bedöntötted a repülőt, attól még nem fog nagyon fordulni, hogy ezt koordinálni kell az elevatorrel, ami itt van, és ezt föl kéne húzni, de most nem nyúlok hozzá, és a rudderrel, ami ott van. Úgyhogy amikor elkezdesz fordulni, attól, hogy bedöntötted a repülőt, így belőle a repülő, attól mi nem fog elfordulni, hanem meg kell húzni, hogy legyen, tehát ezt föl kell kicsit húzni, hogy magassági kormányt fölhúzod, hogy igazából így bedőlve menjen. Mert ha elfordul, akkor csak ezt fogja csinálni, azt nem akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy bedőljön, és fölhúzzuk. És közben pedig be kell állítani mondjuk függőleges vezérsíkkal, talán rudder-nek hívjuk itt hátul. Na és ezzel be kell állítani, hogy ne csúszson a repülő kicsit félre, erre felé, vagy arra felé. Na hát elég is ennyit a repülőreckéből, majd bepréseljük magunkat, én fogok hátul ülni, hogy tudjak fényképezni balról is, meg jobbról is, és aztán beindítjuk a motort. Ugye, amikor beindítjuk a motort, akkor mindig ki kell kiabálni, hogy clear prop, és akkor elkezdjük tekerni a motort. És akkor szépen kérjünk engedélyt, hogy kitaxizhassunk, az kiguruljunk a kifutópályához. Látszik ott a torony egészen messzire, nem tudom mennyire látszik, de kis torony van. Úgyhogy aztán most elmegyünk egészen le Key Westre, az 3 óra repülés, úgyhogy ez most a terv. Na itt valami másik tanuló itt éppen gurul kifelé. Na hát itt látszik egy leszállás, fékszárnyak már be vannak húzva, és aztán szépen most jön a flare, ahol egész közel van, fölhúzza az órát, és akkor nagyon szépen leszállnak. Itt az idejű bepréselődjünk a hátsó ülésre, én fogok ülni, és aztán előre az urak majd beülnek, és aztán indulás lesz. Itt látszik az útvonal, hogy nagyon szépen fogjuk követni a Floridának a legalját, az egyes utat, egészen kívül a tenger fölött, és aztán pedig az egyes út fölött, ahogy látjátok. Sajnos lemaradtam a beindításról, de most beindult a repülő, és akkor bekapcsoljuk a műszereket. Először ugye beindítjuk a motort, és utána bekapcsoljuk a műszereket.
ebben valami nagyon érdekesnek, hogy nagyon gyönyörű új a glass cockpit van, tehát ilyen üveges műszerek vannak benne jobbra-balra, úgyhogy ez gyönyörű új repülőről van szó. Amikor én tanultam repülni, akkor még nem voltak ilyenek. Hát látszik balra a levegő sebességmérő, az első, utána amit most állígat, ugye az a magasságmérő volt. A magasságmérő alatt az ugye alt, ott van a magasságmérő alatt az a azt mutatja, hogy mennyire megy fölfelé vagy lefelé a repülő. Hát mindegy, ebből nem menjünk bele, mert túl sok információ lesz a végén. Ez a touchscreen, ez hogy hozzáérős a rádió, meg a most beállítja a frekvenciákat, és egyszerűen ez nekem hihetetlen, hogy már ez is ilyen érintőgombos. Nagyon-nagyon gyönyörű az egész. Tényleg jó állapotban van a repülő is, és az egész is szép. Most elindulunk, és akkor fake próba lesz elvileg. Rálép a fékre, és megnézzük, hogy fog-e a fék, és aztán megyünk ki a kifutópályához. Amikor megyünk repülni, akkor már nem nagyon fog tudni beszélni, mert itt nagyon-nagyon nagy hangzavar van. Azért is van rajtunk ez a headset, úgyhogy majd amikor megyünk, majd itt csak nem lesz komment, vagy majd rámondok kommentet, ha olyan van. Kapitány úr, teljes gázt ad, és akkor ami belefér az összes erővel a motor elkezdi tekerni ezt a propellert, fújja a levegőt, akkor elkezdjük nézni, hogy van-e levegősebesség mutatása. Van levegősebesség mutatása, akkor jó, azt megnéztük. Akkor megyünk tovább, nézzük, hogy a motor jól működik-e, van-e olajnyomás, van olajnyomás, és akkor elértük azt a sebességet, hogy föl lehet húzni, hát akkor fölhúztuk, és akkor most már is kezdett repülni. Látjátok az iszonyatos mennyiségű hangárokat, ahol az emberek tartják, vagy a saját repülőiket, vagy ezek a repülőiskolák tartják a repülőiket ott. Ez a reptér egyébként egy majdnem egy gyakorló reptér, mert nagyon sok iskola van, és az összes repülőiskolás diák az jön mindenfeléről a földnek, Magyarországról is biztos, hogy voltak ott sokan. És itt gyakorolnak, itt mennek körbe. A baj az, hogy itt balra tőlünk vannak hatalmas tornyok, amiket jó nem megütni, mert azok mind magasabbra érnek, mint hogy egy ilyen iskolakör van. Úgyhogy éjszaka az eléggé érdekes ezért, és majd mikor jövünk visszafelé, akkor majd egy műszeres érkezést fogunk csinálni, nehogy neki menjünk azoknak a tornyoknak éjszaka. Annak ellenére, hogy ez egy kisebb reptér itt Miami közepén, pontosabban Fort Lauderdale és Miami között félúton, látod, hogy hány kifutópályája van, mindenféle szélirányra fel vannak készülve, úgyhogy napi 24 órában mehet a kiképzés itt. Na, az ott egy trailer park. Nagyon közkedvelt formája a Floridában való lakásnak. Nyugdíjasok szoktak benne lakni, ez egy előre elkészített házgyári kis faház, amit mindig elvisz a hurikán. És itt látszik a hosszú 94-es út, ahogy megy a lefelé, délfelé, Miami felé, azon sokszor mentünk. És hogyha ott oda néztek, a víz mellett ott is van egy nagy csomó tréler, ahol beépítenek mindent, hogy ilyen trélerekbe lehessen lakni olcsón az embereknek. Vagy nyugdíjasok, vagy csak nincs pénzük arra, hogy egy egész házat vegyenek. Itt pedig láthatjátok a lóversenypályát, amiből még nem lett bevásárló pláza, mint Budapesten a keleti mellett. De ott láthatjátok, ahol a sok ló lakik ott lent a képernyő alján, és a versenypályát. Na, innentől láthatok nagy csomó bérházat. Amint látjátok ott, mintha lakótelepi házak lennének, ezt nagyon sokan szeretnek itt nyugdíjba menni, itt vannak a tehetősebbek. És innentől kezdve látszik egy belső csatorna, meg a tenger. És a kettő között egy igen hosszú, elnyúló beach, vagyis tengerpart van, nagyon szép homokkal, és nagyon szép, igen drága lakásokkal. Úgyhogy most itt lejjebb is fogunk menni. Eddig nagyjából hát olyan 1500 lábon mentünk, utána most lemegyünk nagyjából 500 lábra.
500 láb, azt majd mindjárt kiírom, hogy mennyi. És akkor itt láthatók ezek a házak, amiknek hát egy-egy lakás az néha $1 millió is kerül. És némelyik több, némelyik kevesebb. Itt a háttérben látszanak a kis csatornák, és némelyik háznak igazából van vízre egy stége, ahova ki tudják kötni a kis hajót, és azzal ki tudnak menni, vagy menni tudnak egyik utcából a másikba. Hát ez a Velencház sehol nincs ehhez képest, mert itt sokkal több víz, út van, mint Velencében. Ha úgy vesszük, persze nem olyan szép, meg nem olyan öreg, meg teljesen másmilyen emberek laknak, de az egy más kérdés. De nagyon szép lehet, ha valakinek ott van egy kis tége hátul a kertje végébe, és akkor ott be tud menni ebbe a krokodilokkal hemzsegő vízbe. De nincs krokodil, mert igazából az nem krokodil, hanem aligátor. És egyébként is nem nagyon szeretnek ott lenni, ahol az emberek vannak, de ez egy más kérdés. De majd megyünk később egy aligátor rezervátumba, ott, ahol majd, hát nem rezervátum, hanem az Everglades-be, elviszlek titeket a következő részbe. Ott rájöttünk egy ilyen hajóra, amit két hatalmas Cadillac motor hajt propellerrel, és az viszi el ezt a szerkezetet a mocsár fölött. Na hát most közben még lejöttünk körülbelül 500 lábra, 150 méter, és most itt fogunk végigmenni e fölött, a hosszú tengerpart fölött. Ezt a részt úgy hívjuk, hogy a North Miami Beach, vagyis északi Miami tengerpart. De láthatjátok, hogy némelyik felhőkarcoló magasabban van, mint ahogy repülünk. Úgyhogy itt csak arra kell figyelni, hogy másik helikopterekkel, meg másik repülőkkel, akik ugyanezt csinálják, mint mi, nehogy véletlenül találkozzunk. De itt, ahogy megyünk délebre, így emelkednek az árak is, mert ugye egyre több gazdag ember lakik így délebre, mert egyre valahogy az fölkapottabb hely. A legfölkapottabb hely az a South Miami Beach, ott már nem nagyon vannak ilyen felhőkarcolók, hanem ott igazából ilyen alacsony kis házak vannak. Azok vannak benne a Grand Theft Autóba, abban a játékban is, meg az összes többi turistáskodós részben, és amikor, ha néztétek azt, amikor én eljöttem Miami-ba, amikor a Bontóba mentünk, akkor is én ott álltam. Ugye a levegőből az abszolút nem látszik jónak, meg nem is érdekes innen, inkább ezek a magasabb házak a repülőről jobban néznek ki. Amint láthatjátok, itt ezerféle ház van, mindegyik másmilyen, és egy közös bennük, hogy mindegyik rettentő sok pénzbe kerül. Az összes kis lakás rettentő sok pénzbe kerül, és mögöttük meg vannak ilyen nagyon régen épített 50-es évekbeli kis házak, amik valami csoda folytán túlélték a hurikánokat. Most jövünk egy olyan részhez, itt ha visszanézel, nézd meg, hogy milyen iszonyatosan hosszú ez az egész, ez nem is fér bele a kamerába. De ez a Hollover Inlet, amit most látok, az a nudista strand, itt lent jobb oldalon, ahol nincsenek házak, és átmész azon a hídon, bal oldalon itt fogok állni, ezen a kis stégen itt, ami kilóg, és itt fognak a fiúk majd fürdeni egy következő részbe. Ezt úgy hívják, hogy Hollover Inlet. Ez egy nagyon érdekes hely, majd erre visszatérünk a következő részbe, és közelről ott fogok lent állni, és akkor láthatjátok, hogy mi történt. Itt jön az a ház, ahol az a tragédia történt, ahol összeomlott a rossz építés miatt, meg az alapozás miatt ez az épület. Gondolom hallottatok róla, rengeteg ember meghalt, amikor egyszer csak éjszaka összeomlott az épület. Itt látszik, hogy jönnek a házak, és egyszer csak ott lesz egy luk a közepén, ahol hát nem is volt felhőkarcoló, csak egy egyszerű bérház, és így egyszer csak összeomlott. Látszik egy régebbi része ennek a South Beach-nek, mert most már South Beach-en vagyunk nagyjából, és ott látszik bent ilyen földszintes házak vannak, kívül pedig hát nem tudom, ilyen 10 emeletes körüliek, tehát nincsenek azok a nagyon-nagyon ultramodern magas házak, és ezeknek az egyike volt ez az összeomlott ház is. Itt jön, hogyha megnézitek, hát nagyjából most lesz ez, igen, tehát most jön egy ilyen rész, ahol ilyen kőfal van körülötte, és körülbelül most van a képernyő alján az a kis telek, ami úgy összeomlott, és ott sajnos azt már eltakarították, de nagyon szomorú eset volt Miami történetében ez. Szóval Miami az úgy kezdődött, hogy egy kisváros volt csak, és amíg nem volt légkondicionáló, itt emberek nehezen tudtak élni. Benszülöttek voltak, jött a fehér ember, az elkezdett velük kereskedni, utána rájöttek, hogy milyen szép idő van, úgyhogy ezért a New Yorkból elkezdtek az öregek leköltözni az 50-es években, meg a 40-es évek végén, és itt mentek nyugdíjba, és aztán egyre többen jöttek, és aztán kialakult egy nagyon szép kis community, addig, amíg nem kezdtek eljönni délről a bevándorlók, a Kubából, meg más latin-amerikai országokból.
Közben lett a 60-as, 70-es évek, amikor a drog elkezdett bejönni, a kábítószer elkezdett beáramlani, és itt volt a fő csatorna, hogy hozták be hajóval, repülővel, mindennel a kábítószert. És a legtöbb épület, amit itt látok, az hát csúnyán mondani, de igen, ez kábítószerből van építve. Rettentő sok bank és minden más tárolta az ő pénzüket. Nagyon sok repülő még ma is a kábítószer csempészetből van, és ez ma is egy élő dolog. Egy idő után rámentek ezek a csoportok, akik ezeket próbálták letörni, de hát még a CIA keze is benne volt az egész kábítószeres dologban, de minden esetre erről több film is készült, az egyik a Tom Cruise benne volt, tehát mindegy, biztos láttátok, vagy nem láttátok, nézzétek meg, de a Miami-nak a történetében a kábítószer nagyon szervesen bekapcsolódik sajnos. És nagyon próbálom mondani mindenkinek, hogy ne is próbáljatok kábítószerezni, mert rossz útra visz, és baj lesz belőle. Úgyhogy a fiatalabbaknak mondom, hogy egyszerűen ez nem éri meg, csak sokkal jobb inkább, ha azt mondjátok, hogy nem találjátok valami mást, amire elköthetitek a pénzeteket. Úgyhogy, na itt elkezdünk átmenni a South Beach-re most már, és hogyha itt látjátok, hogy ez egy igazi történelmi jelentőségű rész, ahol a nagyon szép történelmi házak vannak, itt már nincsenek olyan ultramodern, nagyon gazdag, nagyon nagy felhőkarcolók, ezek már könnyebb, kisebb házak. És ezt az egész utat, amit most csinálunk, ezt én megcsináltam a Mercedes-szel, a 107-es Merci-mel. Van róla is fönt egy videó, ha visszakeresitek, tehát én elmentem egészen Key West-re a Mercivel, és valami irdatlan sokáig tartott. Ezt mindenkinek talán egyszer meg kell csinálni az életében, ha úgy van, de többször sose akarja a kocsival, mert olyan iszonyatosan fárasztó. Láthatjátok, hogy van egy öböl, az öböl mögött megint vannak felhőkarcolók, és ott a felhőkarcolók mögött pedig ott van a repülőtér is, a nagy Miami repülőtér. És akkor ez, mintha egy ilyen belvárosi rész lenne, amit most láttok, ez az igazi South Beach, ott látszik egy kis, elég vastag tengerpart mögött, egy kis zöldes rész, és akkor utána van egy ilyen egy utca, és akkor ott az az egyirányú utca, ott nagyon szép neonfények vannak éjszaka. És ha itt hátra néztek megint a legutolsó részének ennek a szigetnek, utána van egy kis tengerrész, és oda szoktak bejönni az üdülőhajók, meg az összes a konténer, meg mindenféle szállítás onnan megy ki, az Miami-nak a szíve vagy a közepe. Ez egy iszonyatos nagy beton dzsungel. Úgy is lehetne mondani, mint ami nálunk ugye Budapesten volt az új palota, meg a káposztás megyen, meg ilyesmi, ezt itt földúzzat, tehát teljesen úgy néz ki az egész. Én nekem az egész hely igazából nagyon nem tetszik, de ez csak egy preferencia, van, aki városlakó, és annak ez jobban bejön. Miami-ba autót bérelni a legjobb a nagy reptéren, ott a legolcsóbb, és hogyha a bérautóval jöttök le ide erre a beachre, akkor nagyon nehéz parkolni. De ha találtok parkolóházat, akkor ott nagyon könnyen lehet a parkolóházba biztonságosan parkolni. Az utcán nem ajánlom, mert vagy elviszik, vagy megbüntetnek. Itt jön egy sziget, bal oldalon alul. Nem ami egyenesen van, hanem csak bal oldalon. Ultra gazdag emberek laknak, és amint hallom, egyszer valaki hívott egy taxit onnan bentről, de azt nem értette, hogy oda taxi nem tud menni, mert nincsen híd. Oda hajóval lehet csak átmenni, még komp sincsen. Csak egyszerűen embereknek saját hajóik vannak, vagy van ilyen hajójárat, azzal lehet átmenni. Úgyhogy valaki hívott egy taxit oda, hogy jöjjön, de hát a taxis mondta, hogy hát nem lehet, mert nincs, nem tudok úszni a taxival. Úgyhogy ilyen is van Miami-ban. Egyébként ott legtöbben golfautóval járkálnak ott bent. Ha visszanéztek, ott szoktak megállni az üdülőhajók, amit most a közepén látok, én meg efelőtt szoktam repkedni, mikor megyek be a Miami nagy reptérre a nagy repülőmmel. Hát innentől kezdve most már ez nem Miami, hanem minden megyünk le délre, és itt vannak különböző szigetecskék, jobbra-balra, ahol az emberek néha vesznek helyet, és föltöltik, és elkezdenek ott lakni, vagy föl se töltik, csak egyszerűen oda mennek a hajójukkal, és akkor ott laknak. Látszanak, hogy ki vannak ásva bizonyos helyek, hogy a nagyobb hajókkal el lehessen menni, de vannak ilyen lakatlan szigetek is, ahol csak meg lehet állni, és lehet éjszakázni, vagy csak úszkálni. Látszanak ezek a kivájt részek a hajóknak, hogy ott el tudjanak menni mélyebben, mélyebb víz, hogy a hajókkal el tudjanak menni. És innentől kezdve csak ilyen érdekes kis szigetecskék jönnek.
Hogy ez most itt jó idő arra, hogy elbeszélgessünk kicsit arról, hogy hogyan történik ez a repülőpilóta kiképzés. Mert ez itt ugye nagyon szép, amit látunk, de ez rettentő sok munkába és pénzbe kerül, hogy ide eljusson az ember. Ha valaki azon töri a fejét, hogy elkezdjen a pilótának lenni, akkor először is jobb, ha megtanul angolul. Sajnos ez magyarul elég nehéz. Magyarul is lehet, de akkor csak Magyarországon tud repülni, és ez repülői távlatból eléggé szűkös. Közben itt elértünk az első faluba, hogy itt megyünk lefelé, és itt látszik, hogy itt is van mindenkinek a kis része, ahol be tud menni a hajójával, és kicsit ilyen kis csatornák vannak, amivel ugye a hajóval be tud állni a háza mellé. Ez is érdekes. Na szóval vissza a repüléshez. Szóval először egy privát pilóta license kell, a PPL úgy hívják, az azt jelenti, hogy a szép idő van, mint most, beülünk egy páran, és elmegyünk repülni. Nem lehet érte pénzt kapni, de mindenki beleadhat egy kicsit a benzinbe, és akkor el lehet menni repülni, a szép idő van. Utána, hogyha az megvan, általában az emberek egy műszeres repülésre gyúrnak, hogy a felhőkben kialakított utakon lehessen repülni a repülővel, úgyhogy nem nézel ki az ablakon. Az az instrument trading, tehát hogy a műszerekkel való repülést tudják csinálni. De közben itten látszik, hogy jön be ez az út, ami Miami-ból jön, és akkor ezen az úton megy az ember végig, valami 4 óráig tart lemenni oda a legaljába. Itt jöttem én is a Mercivel. Itt láthatjátok, hogy mindjárt jön a kép, hogy hogyan töltik föl az óceánt, és hogyan csinálnak belőle lakóövezetet. Úgyhogy kiássák a földet valahonnan, és ide hordják a földet, és föltöltik a nagyon sekély tengert, és akkor abból lesz nagyon sokat érő föld, mert hogy tengerparton van az egész. Úgyhogy ilyeneket is csinálnak itt, nézd meg, ott látszik, hogy hogy fogják föltölteni, ott egy része még nincs föltöltve, és ott be lehet állni, és ezek igazából ez egy parkoló, tehát itt ez egy RV park, ahova be lehet jönni a lakóbuszaiddal. Na hát vissza a repüléshez, akkor hogyha megvan a magánjogosítványod, hogy a saját repülődet vagy egy bérelt repülődet tudjad a szép időben repülni, utána megvan az instrument ratinget, hogy akkor hát nem túl rossz időben, de olyan időben, hogy nem látsz ki, mit tudom én, ködbe meg ilyesmiben tudjál vele repülni, akkor már műszerek után, akkor utána jön egy kétmotoros jogosítvány, hogy kétmotoros repülővel tudjál repülni. És akkor utána lesz egy hivatásos jogosítványvizsga egy motoroson, hivatásos jogosítvány két motoroson. Na és akkor körülbelül 250 órád van, talán 300, senki nem fog fölvenni, engem se vettek föl. És akkor utána jön az, hogy kell valahogy órát szerezned. Úgyhogy itt az úr a bal elsőbe, aki most kapitánykodik nekünk, ő is ugyanebbe a cipőbe jár. Ő neki most 400 óra körül jár az óra száma, és neki minden óra számít. Tehát én mikor elmegyek dolgozni, egy hónapban én repülök, mit tudom én, 50 órát talán repülővel, de még annyit se. Ő neki ez az 50 óra hatalmas előrelépés lenne. Tehát ugye most azt vehetjük, hogy oké, nagyzolunk, béreltünk egy repülőt Miami-ba, és elrepülünk a világ végére vele, de ha azt nézed, hogy az autóba ez kevesebbe kerül ez a benzin, amit itt ráköltöttünk, mint amit a Mercibe én ráköltöttem, plusz a hotel, amit lent megvettem. Tehát a Mercivel eljönni ide a Key Westre, ahol most megyünk, az sokkal drágább volt, mint hogyha itt összeadtuk hárman a repülőbe a benzint, és ezzel lementünk és visszajöttünk. Itt látszanak, hogy milyen hidakat építettek át az egyik szigetről a másikra. Ez is nagyon érdekes. És aztán így megy tovább az út. Ezt mondom, azt a földről szeretnétek látni, ajánlom figyelmetekbe ezt a videót, amikor a Mercivel lementem, azt belerakom a leírásba, hogy meg tudjátok keresni, ne kelljen keresgélni. Itt közben följöttünk a 4500 lábra, az körülbelül mondjuk 1300 méter, és nézzétek meg, milyen szépen látszik minden most már. Ez például egy kemping, ami ott van a közepébe. Évekkel előbb kell a rezerváció, hogy ott találj egy helyet a lakókocsiddal. Tényleg a földről is, meg innen az égből is nagyon-nagyon gyönyörű ez az egész. Ahogy látjátok, ez a hosszú híd, nagyon sok videóban benne volt. Volt egy az Arnold Schwarzeneggerrel, amikor ott repül a repülőt, és aztán a Harriert, és azt ott fölrobbantja azt a hidat, az is itt volt. Meg mindenféle filmben benne volt ez, szóval tök jó az egész. Nekem igazából ez a része tetszik, a Miami része nem annyira. És láttátok, hogy egy kis híd bejön, és akkor építettek ezen egy teljes kis falut maguknak az emberek. Jön a hurikán, akkor ugye fölemelkedik a vízszint, és akkor viszi el a házakat, meg mindenki sipákol, hogy ez van, meg az van, de hát ennek ez az ára, hogy itt lakjatok, úgyhogy
ez olyan, hogy nem akarsz az ártérbe akarsz lakni a szúnyogokkal, akkor, akkor ennek ez az ára, mert ugyanis itt írdatlan mennyiségű szúnyog van éjszaka. Úgyhogy azt is szokták csinálni, hogy befedik a hátsó kertet egyszerűen szúnyoghálóval, ilyet is láttam már, hogy van medencéjük, és akkor a medence fölött szúnyogháló van az egész körül, hogy a szúnyogok ne tudjanak bejönni, mert olyan iszonyatosan elbírhatatlanul sok szúnyog van itt, hogy valami eszméletlen. Úgyhogy volt ilyen, hogy este kijöttünk, és nem bírtunk lépni 3 lépést, mert így egyszerűen egy szúnyogfelhő ellepett minket. Úgyhogy ez is egy része ennek a dolognak. Mert ez az út, amit itt látok, ami jön lefelé, ezt úgy hívják, hogy az Egyes út. És az Egyes útnak van egy nagyon szomorú története is. Nem túl régen nagyon sok bevándorló bandita csoport mindenféle embereket megölt, legfőképpen azokat az embereket, akik megálltak az út szélén aludni. Jöttek mindenféle turisták Németországból, Svájcból, na mindegy, Európából. És azok megszokták azt, hogy hát csak ott megállunk az út szélén, azt alszunk egyet a tengerparton, meg itt ott. És akkor jöttek ezek a csoportok mindenféle a dél-amerikai országból, és egyszerűen legyilkolták az összes embert a pénzükért. És akkor a végén már a német állam mondta, hogy most akkor nekünk kell a kommandót kiküldeni, hogy itt megtisztítsuk, vagy mi lesz ebből. És akkor a végül is valahogyan megtisztították a helyet, de nagyon-nagyon szomorú volt. egy jobb nóton itt van ez a kis rész, itt van nagyon jó étterem van, ott, amit most mutattam. És ott egyszer meg is álltunk, a Mercedes-es videóban benne van, amikor ott teszünk valami halacskát. És akkor itt van ez a 7 mérföldes híd, a Seven Mile Bridge, azt úgy hívják, és tényleg 7 mérföld, nagyon hosszú. Ott látszik mellette, hogy a régi hidat, ugye, ahogy építették, ott megfosztották a hidat a hídvoltától, nem veszették le az egészet, hanem csak kicsit kiépítették, kivettek belőle egy részt, hogy ne lehessen csak gyalogolni rajta, hogy autóval ne lehessen rámenni, meg hogy a nagy hajókkal át lehessen menni. Látod, hogy kicsit magasabb ott a híd, hogy a hajók át tudjanak menni alatta. És egyébként ezen a részén a hídnak a régebbi része a felső kis vékony rész, az alsóbbi része az, amin az autópálya megy most, vagy pontosabban az Egyes út. És akkor a régi összeomlott részen ott csak a gyalogolni lehet rajta. Hát igen, régen volt egy vállalkozó úr, aki épített néhány hotelt lent egészen délen. És akkor kitalálta, hogy hát nem tudnak valahogy odajönni az emberek, csak hajóval, és azért építsünk egy vonatot. Akkor még nem nagyon volt az autózás elterjedve ennyire, és akkor megépítette a Florida a keleti utat, tehát az Jacksonville-ből egészen le a Keys-be, ahol mi most repülünk. Azt hiszem, hogy Henry Flaggernek hívták, és akkor az a része, ami fönt van a Miami-ig, azt még ma is használják. De ami lentről jön onnan ide, az csak 10 vagy 15 évig volt, ott látszik a alsó kis vonalot, ami ott féloldalasan van, az a vonatnak a része. És sajnos jött egy hurikán 10 évvel azután, hogy nagyjából 10 évvel azután, hogy megépítette, és egyszerűen szétszette azt a vonathidat, úgyhogy a vonatozás eddig tartott. Úgyhogy sajnos ez van. Na, itt látszik belülről a műszerfal egy kicsit, ha beszélgetünk, ott bal oldalon az a nagyobb kör, az a sebességmérő, utána ott van ez a kocka, ahol barna egy kicsit, meg kék, az mutatja, hogy hol van az Artificial Horizon, az mutatja, hogy hol van az ég, hol van a föld, utána még jobbra egy kicsit től, ami mostan a kis mutató a 2-esen áll, a nagy mutató a 8-ason, az a magasság, és akkor ott látszik már, hogy oda megyünk, ott a reptér előttünk, ez a Key West, ez a legdélebbi sziget, és oda fogunk leszállni, sajnos itt látszik a propeller, hogy előttünk megy, mert az első ablakon nézek ki. És akkor így, ahogy jövünk, akkor így ezt úgy kell képbe tartani, hogy ez a repülőtérnek az innenső része az mindig ugyanott legyen az ablaküvegen, és akkor egy szép érkezési szöget tudunk biztosítani. Egyébként a Key West, itt látjátok jobbról balra, a tetőtől lefelé, ennyi az egész, tehát ez a kis falu az. Itt jövünk lefelé, nézzétek meg, milyen varázslatos, gyönyörű színe van a víznek. Az azért van, mert a nap, ahogy átsüt, az rásüt a homokra, és akkor a homok visszaveri a fényt, tehát ahol ilyen nagyon türkizes a víz, az ott homok van alul, és akkor az visszaveri a napsugarat nagyon szépen. Itt látszik, hogy ki van ásva nagyobb hajóknak a kis rész, hogy oda be lehessen jönni, és egyébként a többi rész az mind csak tiszta homok az egész. Tiszta, jó lenne, a koszos homok lenne, de tiszta homok az egész, szóval az egész egy homokzátony, ha úgy vesszük.
Ugye azt nem felejtsük el, hogy ez egy sziget, tehát ugye nagyjából mindent ide kell hozni, a víztől kezdve az áramon keresztül az ételig, tehát itt az egész szigetet el kell látni mindennel. A benzint ide kell hozni, az utolsó darab húst is ide kell hozni, úgyhogy ha ezt elvágják a fő erétől a világnak, akkor itt mindenki meghal, úgyhogy nincs annyi hal a vízbe, hogy ennyi embert ellásson, úgyhogy ez itt tényleg egy ilyen utopisztikus luxus hely, tehát hogy valaki szigeten lakik, ugye azt gondolják, hogy mit fog enni, mit fog inni. Tehát itt van a kifutópálya, ott a közepén látszik az a fekete csík, ott, ahol a sok repülőnek a kereke hozzáér a földhöz, ugye ott mindig lejön belőle egy kis gumidarab, és az festette feketére ezt a betont. Úgyhogy most itt mindjárt leszállunk szépen, és aztán kigurulunk a kis a terminálhoz, ugye. Mi nem nagy repülő vagyunk, hogy oda menjünk, ahol a nagy repülők vannak, hanem ilyen kis repülőterminál van, ahol a ilyen magángépek lehetnek. És itt látszik, hogy kigurulunk, ott van a sok magánrepülő, aki nagyon gazdagok jöttek sugárhajtású repülővel, és mindenféle mással van, aki saját repülője van csak itt, mert itt lakik, és csak jó neki, hogy van repülője. Úgyhogy itt most nagyon szépen megérkeztünk, és most elmegyünk akkor a város nézni ezután. Itt mindjárt látszik egy helikopter, látszik, hogy a helikopter leszállt erre a kis padra, amit utána be tudnak húzni egy targoncával a hangárba. Tehát az milyen ügyesen kell leszállni, hogy pont egy olyanra leszálljál, mint ami ott van. Egyébként ez egy Robinson helikopter volt, egy 44-es. És akkor itt lennek ilyen a repülők, amiket ilyen island hoppingra használnak, tehát hogy egyik szigetről a másikra átmenjenek vele. Hát itt is vannak hangárak, ugye, amit mindig rendszeresen elvisz a hurikán. Hát itt látszanak két motoros repülők, és akkor utána a legvégén pedig van egy nagyon öreg repülő, látod, hogy ennek a hátsó farka alatt van a kis kereke, elől pedig a fő kerekei, kifutóművei, úgyhogy ezzel le lehet szállni a fűre is. És akkor mindjárt itt a másik oldalon fogtok látni egy hidroplánt. Látom, hogy Magyarországon is van próbálkozás, hogy meggyőzzék a hatóságot, hogy vízre is lehet szállni egy repülővel. Ez éppen a földön van, mert vannak kis kerekek, amiket ki tudnak tenni belőle, és akkor így tud a betonon is felszállni. Na hát akkor ide értünk Florida legaljába, úgyhogy most elmegyünk város nézni itt körbe. De látjátok, micsoda izén van, micsoda ingem van, micsoda pólom van. Ezt nagyon köszönöm, hogy hoztátok nekem a Hufnagel napról, látod ott a Bounty Flyer. A hátulján rajta van, hogy Kentucky, meg mit tudom én, nagyon tetszik. Nem igazán Florida ing, de nem baj. Úgyhogy ebben jöttem le ide, egészen Key Westre. Na menjünk körbe a városba, azt nézzük meg, mit lehet itt látni. Hát üdvözlök mindenkit Key West repülőteréről. Igazából én tériszonyosként vállalkoztam erre az útra, de valójában két pilótára voltam vízben, két kapitányra, volt egy igazi kapitány is, és tulajdonképpen nagyon eseménymentes volt az út. Kértem azért, hogy ne tegyünk fölösleges tiszteletköröket, mert az már kiesne az inger küszöbömből, de nagyon jól esett a repülés, nagyon szép az idő itt, és most megyünk várost nézni. Na, az utunkat a legdélebbi pontjával kezdjük az amerikai államoknak. Egyesült Államoknak, úgyhogy itt mindenki itt sorban áll és fotózkodik valamiért. Ez itt egy ilyen érdekes dolog. Na itt ez egy szép kis tradicionális utca. Ezeket a házakat mind fából csinálják, és általában jön a vihar és elviszi őket. De itt van egy szép kis Suzuki Samurai, amit akartam nektek mutatni. Erre lehetne felraknom a Trabantot, amit ott egyszer felraktam egy sortot, hogy mit csinálják ezzel a Trabanttal. Egy ilyenre tök jó fölmegy egy ilyen alvázra, motorral, mindennel tök jó fölmegy egy trabi. Úgyhogy ez mint egy opció, hogy itten lebeg itt a szemem előtt. Na hát itt ezzel folytatjuk itt az autó régészeti barangolásunkat. Itt van egy nem túl szép darab, ott egy Cadillac a másik oldalon. Aha. És itt van még egy kicsi bemattulva. Na hát még mindig a Duval utcán vagyunk. És akkor itt látszunk egy kis Corvette-et. Hiányzik róla az oldalkipufogó szerintem, mert az úgy jobban néz ki azzal, de így is egy Corvette, az Corvette. Na itt folytatjuk a tárlatvezetést egy rettentő zöld Jeep-el, mert tök jó rendszámtáblája van, ha megnézitek. És akkor a másik oldalon pedig egy nagyon régi ház van itt, nem tudom, hogy érte túl a sok hurikánt. Na hát ez az autó is piros, nézd meg, Montanából jött, az jó messzire van innen. De, ja, itt olyan volt ilyen Magyarországon is egy pár darab szerintem, emlékszem rá. Na hát itt megálltunk az Ernest Hemingway-nek a házába. Ha nem tudnátok ki az, akkor ebben nem tudok segíteni.
de minden esetre itt lakott. Nagyon szép filmet csináltak róla nem túl régen. Azt ajánlom mindenkinek, hogy nézzétek meg. És aztán egy hatalmas figura volt egyébként. Igazán tudta, hogy kell élni. Itt még sosem voltam. Itt voltam a szigeten már egy párszor, de itt még sosem. Ha érdekel, így nézett ki az úr. Itt van a konyhája. Ez itt a konyha rész. Ez egy igazi szép kis reklamé, lehet ülni. De majd most biztos fogjátok mondani, hogy ez nem egy reklamé, hanem más. De nekünk is van ott egy régi francia darab, csak kisebb. Van itt minden, úgyhogy itt lehet körbe menni, mint az Elvis házába. Na, ott is egy Madame reklamé. És azt mondja, van egy kisebb kiállítás, hogy ugye, amikor hajózott, hogy csináltak egy ilyen házat neki. Ú, nézd, milyen trónszék. Ezen azt lehet gondolkodni. És csináltak egy ilyen lábas házat, meg látszik, hogy szerettek horgászni, és ez volt a kis jachtjuk. Különböző képek, az írógép, ugye mivel az úr író volt, ha nem tudnátok. Tetszik. Na, itt feljöttünk a lépcsőn, és aztán itt vannak a könyvek, amiket írt. Ott van egy másik szoba. Ugye itt szokott hideg is lenni néha, attól függetlenül, hogy Floridában vagyunk. Ez egy elég nagyméretű, autentikus fürdőszoba. Nézd meg az egész, nagyon tetszik, szép kilátással, ezt tetszik. Tök jól néz ki az egész. Ezt a filmet láttátok? Ha nem, akkor feltétlenül ajánlom. Látszik, az úr járt a milánói kórházban is. És aztán elment erre a volt a spanyol háborúban is szerintem. Ez egy emlékfal az afrikai szafariáról. Itt vagyunk a hálószobában, ahol az érdekes dolgok történtek. És aztán itt van, nézzük, milyen szép fürdőszoba van ez a hálószobához. Minden ilyen öreg dolgot összegyűjtöttek, meghagytak. Ez nekem igen érdekes. És igen, azt jól látjátok, itt van egy macska, és nem nincs kitömve, bár lehet. És ezeknek több az újjuk, hát ez az érdekesség, hogy genetikai problémájuk van, és több új van a lábukon, nézd meg. Szóval az előbb megmozdult a cica, úgyhogy ez tényleg él. A házhoz tartozik. Hát ez egy igazán szép ház, az úr tudta, hogy kell élni. Itt, hogy kijöttünk a hálószobából, ez fogad minket. Itt van egy ilyen uszoda is ott lent. Ahol lehet úszni, meg itt van egy parti hely, ahol lehet partizni mellette, és nagyon szépen kicsit fúj a szél, amit valószínűleg halljátok. És akkor, ha itt fölnézünk, akkor pedig ott van a világító torony felette, gyönyörű. Ez pedig itt úgy hívják, hogy az írószobája. És nézd meg, önnek is egy ilyen menkévje van, mint nekem otthon, csak nekem motorok vannak benne. Aztán van még itt egy akvárium is, szerintem az volt, az lehetett. Hát nincsen gazdagház medence nélkül, ugye? Ez egy szép, nagy, jó méretű medence, ahol lehet igazán úszni oda-vissza. Lehet nekem is kéne egyet építeni ott a farmra, csak nem vinnék rá lélek, mert mindig ilyen trabantokat veszek, meg barkaszokat ahelyett, hogy medencét építeni. Szóval ez itt a macska birodalom, itt laknak a cicák. Csak mindenhol el szoktak feküdni napközben, ez a legnagyobb dolguk. Azt hiszem, hogy övéké a hely. Na, hogyha a másik oldalon az a parti hely nem volt elég, akkor itt is van egy jó kis partizó hely, ahol fel lehet ott ülni, olvasni lehet, vagy énekelni, vagy amit akarsz. Nagyon tetszik ez az egész ház, gyönyörű. Nem túl nagy, de nagyon, nagyon szépen össze van állítva. Na hát érdekességként mutatom, hogy itt is van ilyen. Lehet, hogy nem dízel, de akkor is van, de hogy miért? Itt van ez a gyönyörű kubai étterem, és itt fogunk kajálni. Az a neve, hogy El Siboney. A helyiek esznek, és tök jó kaja van. Így néz ki belülről. A barátom a pulled porkot veszi a pentinnel, ő meg ő is egy ilyen kis, ez hogy mondják, sertés valami, én meg a fél csirkét. Na a végén pedig itt ez a key lime, úgy hívják, hogy key lime pie, ennek így kell kinéznie, és nem túl édes, itt nem édesítik agyon, ez igazából itt ez egy nemzeti étel, ha úgy vesszük. És akkor most, hogy megettük a
Key Lime Pie-t is, most elmegyünk. Ah, és itt egy kakas. Ott mi a kakas úr. Na szóval, folytatva a dolgot, itt egy gyönyörű Buick, vagy Buick, ahogy az Amerikában itt mondják. És ennek az az érdekessége ennek az autónak, nem egy ilyen autónak, ennek az autónak, hogy én ezt láttam eladónak. Azt hiszem, hogy 7000-ért adták fönt a, valahol északon, és aztán azt megvették. Igen, New Yorkban volt, és aztán megvették, és lejöttek vele ide. Úgyhogy amikor én itt múltkor itt voltam, akkor beszéltem a tulajjal, és mondta, hogy igen, most vette. Úgyhogy ezt akartam venni a kisfiamnak, de a kisfiam lesz, elnézést, majdnem csúnyát mondtam, szóval magasról lekakálja az autókat, úgyhogy nem lett a Buick Skylarkja. De az autó még most is tök jól néz ki. Itt az egész városban látszanak a szabadon legelő csirkék, és ez itt kérem egy nagyon szép kis csirkecsalár, amint látjátok, fiatal is. Fiatal nézőimnek ajánlom. Gondolom a lányok, gyerekek biztos, hogy örülnek ennek. Én csak a sült csirkét látom, de hát nem baj. Barátaimnak jobban kiforrott helyváltoztatási képességei vannak, mint nekem a dagadt hasammal, úgyhogy itt már nem tudom mióta gyaloglunk, de az úgy döntöttek, hogy ki kéne gyalogolni ide a tengerpartra, ha már itt vagyunk egy szigeten. Úgyhogy így tettünk, de úgy látszik tele van ezek a hálózsákok, vagy hogy mondják ezt, függőágyak. Ezek a függőágyak itt vannak, de hát ezért szerintem vagy fizetni kell, vagy az összes el van már foglalva. Azt mondta, hogy ha úszol, akkor a saját rizikódra ússzál, mert nincsen, nincsen életmentő. Egyébként én életmentő is voltam egyszer az életemben, hiszitek vagy nem, Saipan szigeten, úgy kezdtem a pályafutásomat. Húha, itt aztán szöges drót is van, pedig az nem egy másik állam, hanem az csak a katonaság. De nézzétek meg, ez ilyen télen is, meg nyáron is. Most már majdnem nyár van, de nagyon szép idő van. És ilyen igazi jó tengerszag van. Azért van egyébként ilyen türkis színe a víznek, mert a homok van a tenger alján, és az visszaveri a napfényt. És attól vannak ilyen gyönyörű szép türkisz zöld, meg türkisz kék színek. Hát ez itt egy nagy csomó korall, ami itt van, itt látszik a földön. És aztán mindenféle vízi növény itt kijött a szélére, látszik, hogy vele van. Szerintem azért, mert koszosodik a tengerben. Ebben nem tudom, mert nem vagyok óceánológus. Hát, tessék! Most itt egy ember közelből is meg lehet nézni a tengerpartot. Ott meg, ami miatt nagyon félünk a kubaiaktól, ugye ott van az utolsó vár, ugye, és azon nézik, hogy mit lőnek erre felé Kubából. Mert ott azok szegények már nagyon el vannak fáradva anyagilag, úgyhogy szerintem már semmit. De tessék, itt a tengerpart. Na, bejöttünk ide ebbe a várba a tengerpart után, és hát ez nem olyan, mint a budai vár egyáltalán. Kicsit ki van fakulva, és nem túl sok minden van itt, amit látni lehet. Lehet látni a szép hajót, ahogy elment, meg a környező kis szigeteket. És vannak még itt szigetek, amiket még nem láttunk, oda el is lehet repülni azzal a hidroplánnal. Na, úgy tűnik, itt volt a konyha. Látszik, hogy ott a végében, ami kicsit füstös lett, hogy ott főzték a kaját itten, amikor még ez működött, de igazából, ha lenézek a földre, akkor szerintem az ott ágyú kivezetés lehetett, mert ott a földön vannak ilyen szép, hogy mondják ezt, öntött vasból ilyen pályák. Na tessék. Na, itt random ma betévettünk egy ilyen nagyon szép helyre, és gyönyörűen néz ki, és a Cadillac rajongóimnak küldöm ezt a szép kis XTS nevű Cadillac-et. De nézzétek meg, milyen szép pálmafák vannak, meg sima fák, meg minden. Itt lakott egyébként a Henry Truman, valahol itt van a háza is, majd mindjárt oda igyekszünk. Na, itt lakott a Henry Truman, amikor nagyon hideg volt fönt éjszakon. Gondolom, emlékszetek őre, hogy melyik
emberről beszélünk. Na, ennél a fánál meg kellett állnom, mert ez érdekes. Nézd meg, a légből jön le a gyökere, és amint hozzáér a földhöz, akkor onnantól már messzebb lesz a fa, vastagabb lesz a fa, és akkor utána, ahogy ki se lehet írtani, szóval nagyon-nagyon nehéz, nézd meg, hogy ilyen áthatolhatatlan fa lesz belőle, és hogy jönnek le a gyökerek, azokat így csak ki kell vágdosni. És hát a betonon már odáig áll, amíg a beton van, de ja, ott a nénik ott fotózkodik előtte, de ahogy látjátok. Na és itt vagyunk megint egy belvárosi részbe, és amint látjátok, itt is van Minimók. Ott van. Nagyon csúnya rózsaszínben. Na, azt megyünk itt tovább, van itt mindenféle turistáskodó lehetőség. Na és itt eljutottunk az utazásunk legmélyebb részére, turistáskodás jellemzően. Itt lehet kapni igazi szivacsot, ha valaki ilyennel akar mosakodni. Na hát, így néz ki egy szivacs. De műanyagból van, kérem. És érdekes módon találtam ajtófeliratot is saját magamnak. Mara ki van írva, hogy Captain, nem tudom mennyire lehet látni. Azt hittem, hogy nincs mélyebb az utazásunkban, de mégis van, úgyhogy ezt a hölgynézőimnek akarom kívánni, pontosabban akarom mutatni, hogy itt lehet kapni mindenféle kagylót, hogyha eddig nem tudtál volna végigmenni a beachen, a tengerparton, akkor itt lehet. Ezt külön kis hangsúlyoznám, hogy ez itt a sand dollar, az hogy mondják, a homok dollár, mert nem lehet találni olyanokat nem összetörve, de itt aztán lehet kapni mindenféle gyönyörű kagylót, úgyhogy meg mindenféle ilyen cuccot, amit nem lehet semmire használni. Pontosabban így fiúknak nem igazán izgalmas az egész. Na, itt vannak még színes mindenféle cucc, amit ilyen porfogó, meg ilyesmi. Na, hát ebből azért lehetne iszogatni egy kis üzelt pálinkát. Na, az jó, pálinkára jó lenne ez. Na, végre valami használható dolog. Na, hát ezt a teret úgy hívják, hogy Mallory Square, és aztán itt gyűlik össze a nép, hogy a naplementét nézze. Én próbálom mondani a vendéglátónak, hogy itt nem akarok naplementét nézni, hanem nekem ez már elég volt, menjünk vissza Miami-ba a repülővel, hogy ne teljesen az éjszaka kelljen menni. Úgyhogy megpróbálunk visszajutni a reptérre most. Na, azt hittem, itt már befejezzük, de nézd, mit találtam. Egy olyan igazi rendőrautó. Na, visszafelé viszont egyenesen megyünk, itt látszik az út, ahogy ki van rajzolva. Ezért is akartam előbb elindulni. Na, visszafelé én ültem elől a jobb oldalon, a kapitány ülés az a bal oldal, és a kapitány úr, tényleg ő a kapitány, mert ez a repülő az ő felelőssége. Na, itt látjuk, hogy felszállunk, itt van az a kis FBO, ahol mi parkoltunk jobb oldalon, és akkor utána jön a terminál, oda érkeznek a nagyobb repülők, és akkor itt balra fogunk fordulni egy nagyot, mert ki kell kerülnünk egy olyan légteret, amit nem szabad átrepülnünk, és utána meg jobbra fordulunk, és akkor az éjszakába elkezdünk repülni vissza Miami felé, a nagy víz fölött. Ha véletlenül hajóval érkeztek, akkor hajóval kikötni az is kemény dolog, mert nagyon sok hajó jön, és akkor így meg lehet állni csak ilyen belső lagunákba, és akkor onnan a kis motorcsónakoddal ki lehet menni. Hogy körülnézünk, ugye itt most éppen a Gábor ül hátul, és nagyon komoly fejjel kamerázik. Na, itt már este van, és akkor itt láthatjuk a műszerfalat, ez az érintő gombos a kiadás, ez rádió és GPS is egybe, ez nekem nagyon új dolog, ez a kis repülő sokkal többet tud, mint az én Airbusom. Nagyon sok szép új műszerezettsége van, bár mondjuk a repülőt 1977-ben csinálták, de újra műszerezték, és azért gyönyörűen működik, úgyhogy egész öreg repülő is lehet újszerű. Úgyhogy ott látszik a domorot, áligat mindenféle dolgot, és nekem meg kell szoknom azt, hogy mi hol van, merre, meddig, meg át kell nézegetni mindig a bal oldalra, mert ugye a bal oldali a kapitányi ülés, és ott néznem kell, hogy melyik műszer mit mutat, hogyan, és aztán tényleg érdekes nekem is az egész, mert már nagyjából egy éve nem repültem nagy repülőn, meg kicsin se, ugye már elvesztettem az orvosimat, de a Doma úrnak van orvosia, van jogosítványa, ezért ez itt teljesen legális. Na, tehát ott vagyok, mint egy jól lakott napközis, Gábor meg ott elaludt. A nagy vizen átjutottunk már, de ezzel semmivel se vagyunk közelebb a biztonsághoz, mert most viszont az Everglades fölött megyünk. Ez egy nagy, hatalmas mocsár, nagyon alacsony ugyan, de mindenféle állat van benne, ami vagy csíp, vagy harap. Ott láthatjátok a holdat, ahogy a víznek az árnyékában követ minket.
már rendesen lement a nap, és ott látszik ez a hosszú út, ami bemegy Miami-ba, azok már Miami fényei. Én itt szoktam jönni a nagy repülővel, ha látom ezt az utat, akkor már tudom, hogy ezt kell követni, így vizuálisan is, tehát műszerrel azt ugye látjuk, hogy hol vagyunk, de így be lehet érni Miami-ba. Ez pedig már a város, kérem. Úgyhogy most itt egy GPS approach-ot fogunk csinálni, egy GPS-es megközelítést, azért, hogy megfelelő magasságban tudjunk maradni, és a tornyokat este alig láthatóan elkerüljük. Itt akkor úgy lesz, hogy először elmegyünk a bal oldalunkon van a reptér, és ugye a bal oldalon a repteret már elhagytuk, és itt kimegyünk a tengerpart fölé, a tenger fölött visszafordulunk, és akkor ráfordulunk a kifutó pályára. Úgyhogy itt ezt reggel itt repültünk el, pontosan ugyanitt, úgyhogy ha emlékeztek rá, ott van a tengerpart előttünk, és akkor amikor elhagyjuk, akkor fogunk balra fordulni, és csinálni egy ilyen U-alakú megfordulást. Ez nagyon precízen le van írva, egy ilyen úgy hívják, hogy approach plate, majd mindjárt elhagyjuk a beach-et, akkor megmutatom, és azon nagyon pontosan megvan, hogy hova kell menni, melyik ponthoz kifelé, visszafordulni, és azt szerint fogunk érkezni. Ez nagyon jó gyakorlása a mellettem ülő kapitány úrnak, mert ő se szokott ilyet csinálni túl gyakran, bár megvan hozzá a jogosítványa, de ritkán adatik meg, hogy ilyet csináljon. Ezt úgy hívják, hogy approach plate, látszik, hogy a jobb oldalon van a tenger, és akkor ott mutatja, hogy rá tudunk fordulni erre a vonalra, és ezt műszer szerint, GPS szerint tudjuk követni, és akkor itt mutatja, hogy hogyan kell vertikálisan lefelé jönni, ott bal oldalon látszik a kifutópálya, hogy néz ki, és ott mutatja ezt az érkezést a pontonként, hogy hogyan kell leszállni vele, ezt követjük. Itt lehet olyat kérni, hogy a jó idő ellenére egy ilyen érkezést csináljunk, csak gyakorlásból, úgyhogy úgy hívják, hogy practice approach. És akkor a kontroller azt úgy csinál, mintha rossz idő lenne, és úgy adja az utasításokat, mintha rossz idő lenne, és akkor ezt tudjuk úgy követni, annak ellenére, hogy mindent látunk kifelé. De látod, itt van a tengerparti rész ezekkel a rettentő, drága, hatalmas házakkal, azt most elhagytuk, és akkor előttünk, na hát itt a trivia, látjátok már a kifutó pályát? Ott pislog, nagyjából a közepén, ott a horizont alatt, ott már látszik a kifutó pálya. Bal oldalon van az a hosszú út a lámpákkal, az nem az, de előttünk ki lehet venni már a kifutó pályát. Ez éjszaka, ez nagyon sok tréninget igényel, hogy meglássad, hogy mi az, amit keresel. De látjátok azt a kis pislákoló fényt, az a vége a kifutó pályának. És oda tartunk. Úgyhogy egy éjszakai repülés az komoly dolog, ezt külön kell tanulni, csak úgy, mint ez éjszakai vezetést, más veszélyei vannak. Nem látod, hogy kilógnak a tornyok, meg a más dolgok a földből, úgyhogy nagyon kell vigyázni, mert minden nagyon-nagyon hamar történik. Úgyhogy itt most már nagyjából itt kellene meglátnunk a kifutópályát, mivel látjuk, ezért folytatjuk, ha nem látnánk, akkor átstartolnánk. Ez meg van mondva, hogy milyen, ennek milyen a törvénye van, de mindegy, ez most nem menjünk bele, de most látszik, hogy a vége a kifutópályának ott van, úgyhogy itt most mindjárt le tudunk szállni. Mindegy kifutópálya úgy van elnevezve, ahogyan az iránytű mutat, amikor rajta állsz középen, a középvonalon. Nem régen át kellett nevezni egy párat, mert megváltozott a Földnek a mágnesessége. Szóval itt van egy kakukktojás. Ha megnézitek, ezt a kifutó pályát 28 leftnek hívják, mert ez 280 fokra mutat. De itt van egy kakukktojás az egészben, hogy az érkezésen meg a landolt kifutó pályára vonatkozóan. Ha valaki ezt kitalálja, írjatok. De minden esetre itt szépen leszálltunk, látszik a lámpa fénye, hogy itten kigurulunk, és azok a sárga vonalak, azok a levezető vonalak, hogy a taxizásra le lehessen menni, a fehér vonal az pedig a középvonal. Igen, hát a középvonalat azt illik követni, de hát ilyen kis repülővel ennyi órával még a kapitány úr még ez nem lett belevésve a fejébe, hogy a középvonal azért van, hogy kövessük. De minden esetre itt már lementünk a kifutópályáról, itt látszik, és szépen itt balra visszamegyünk a parkolóhelyünkre. Na és ez itt már a taxiway, és akkor itt jön egy következő villogás, itt át kell mennünk egy
másik kifutópályán. Erre külön kell hívni a tornyot, hogy átengedjenek ezen. Itt látszik, hogy villog pirosan ez a lámpa. Itt látszik az egy right a kifutópálya, amin átmegyünk, és akkor utána itt látszik, hogy megint kimentünk azon átmentünk azon a kifutópályán. Na, visszaértünk ide a repülőtérre. Barátom nagyon szép GPS approach-ot csinált itt. Kimentünk ugye a tenger fölé, és aztán onnan bejöttünk szépen. Nagyon sok más repülő is volt a környezetünkbe. Na hát, köszi, hogy megnéztétek ezt is. Végre volt egy kis repülős kiadás, még akkor is, hogyha nem nagyon repültem benne. De hát ez van, majd csak visszakapom az orvosimat, és akkor mehetünk Airbuszozni. Na, sziasztok!